az? Igen, nem az. Főnyeremény? Nincs olyan főnyeremény. Miért? Mit akarsz nyerni? Én semmit, én vagyok a legszebb. Nem vagy a legszebb, vagy nem vagy lány? Lányom vagy. Miért nem vagyok elég szép? De elég szép vagy. Csak? Hazavinnélek csak. Csak? És aki most nyer, az mi lesz, ha valaki nyer? A legszebb lány. Lefotózom, és elviszem a képét. Tosti, csináltsam el fromaszt. Tosti, csináltsam el fromaszt. Vannak itt szép lányok. De mondjál néhány nevet. Most így hirtelen kit mondjak. Hogyha mondjuk azt mondanám neked, hogy ma este hazaviheted azt, akit mondasz, akkor nem tudnál mondani? Az nem lenne esélye. Kik itt a legszebb sajfok? Nem vagyok ide való. Kinn a mezőn lakunk. Kinn a mezőn? És kinn a mezőn nincsenek szép lányok? Nincsen. Juhászok. Juhászok? És akkor a nyáj legszebb juhát meg tudja nekem mondani, hogy melyik az? Zsuletta. A legszebb lány itt van bent a baútban. A bóz? Ancika. Hát mindenféleképpen nagyon szép is. Megvan a tárlása. Minden lány szép. Minden lány szép? Hát. A legszebb lány. De a szép setki. Én nem, melyek a gazdálkodok az óba fele, nem a lányokat figyelem. Az iskolába kellett volna menjem. Halu legszebb lányát, gyere csak írj, itt áll befele. Halu legszebb lányát keresi. Ne akarja fényképezni a lányokat. Hát nálunk most nincsen. Hát. Ott egy lányné, most megy a kocsiba, fel oda kellett volna menni, tessék menni. Diktálj fiam, mesele. Egyen falba keresi a legszebbet, olyan alapítványt, ahol van az úr. Mátyás, hogy hívják? Bogi vagy? Minek hívják te? Az Ica jányát. Hát még kislányok sincsenek, nagyon már férhez mentek. Na meg Anci, a kocsmából. Hát én nem tudom pontosan a nevüket, ha ti tudjátok, diktáljátok. A templom fele csak a Pautorján van? Meg a Józsi jánya, hogy hívják? Anita. André Anita. Na. Ez a szatmárom van az internátban. Az nem jár haza? Meg a kis postás kisjány, de azok is az internátban, az iskolában. Vagy Kiriában, nem tudom. Értem. Kanya, máma a kocsottan elragadt az iskola elejét, rá tűzautó kocsi. De hát az nem tűzautó kocsi. Az a tűzautó kocsi. Na miért jött az ki? Nem volt itt tűzpelesként. Itt a szennyvizette, nem? A szennyvizé volt, a csatornából. Elragott már a kocsi ottan a iskolára. Klaudi? Hát mit tudom én, Klaudi vagy, hogy hiát. Hát az meg csak 16 éves. Na hát 10 is annyi. Mátyás, baszás az icáim, hogy mit kell mondjam. Na. Ott áll Klaudi. Olyan magos, mint a Betty. Mit mondanak, hiák? Tessék itt végig fele menni, ott a temető fele, és akkor hát, ha ott még mondanak nevet. A temetőben? Nem a temetőben, ott temetőben. Mert ott is laknak kislányok. Ja, legszebb lány a faluból? Igen. Hey! Hát, ha azt mondod, azt mondom, az én feleségem. Ezek közül melyik tetszik magának legjobban? Nekem egyik sem. Egyik sem? Nem. Nekem itt van az én szépségem. Szépen. Elég majd, mert feltezve vágom. Begyújtom azt. Egy Molotov koktélt a percen belökök. Mit gyűjt be? A fiát? Belököm a házba, egy Molotov koktélt, azt annyi. Kit? A falu legszebb lányát. Aha, aztán ki tudja, hogy nem fét olyan, mert nem volt itt olyan vetétkel. A legszebb fiú? Nem, a legszebb... Arra nem lehet csinálni, a legszebb fiúra. Legszebb fiúra most nem csinálok, engem nem érdekel. Majd lehet, hogy jön az asszony, és megkeresi a legszebb fiút, de... Az unokámat nem értettem, mert az a legszebb, én neiken. Na, Tankóci Aranka. Tankóci Aranka? Hát nem úgy van írva. Tankóci Aranka. Hát ott nincs ebb itt a soron senki. Aha. Göndör hajával. Göndör a haja? Hát. Ez a kölyökkel tudja. Na, kölyök. Ő jár, mindig otthon vagyok, nem vagyok járva. Miért nem szereted a lányokat? Nem. Miért nem? Hát? Vagy a fiúkat szereted inkább? Hát nem. De van a kórházban, a Petty. Jaj. Petty a kisjány. De van a kisjány. Ha van lánya? Van a kisjány. Hát, hogyha van lánya, akkor ő hogy lehet lány? Hát, ha lány, na, hát ott jön fort. Aha. És pusztán. Nincs férje. Nincs férje. Ja, nincs férje, csak lánya van. Mondja a fiú! Honnan tudjam, most az nincs itt, az ajánlod, van Olaszországban.
Jaj. Hát most van felé, mondom a kettesen, és akkor a hetesen jön. Hát ezt már maga kén, még hiába mondjuk. Esek már, hogy úgy megértem, egyszer velem jött a kislány, és akkor az sugár, ott nem tetszik tudni, se hol van, jön velünk egy illető férfi, szembe velünk. Azt mondja, hogy hogy hívnak minket, menjünk fel itt egy épületbe, azt mondja, a kislának szeretne csinálni valami fotót. Hát megértünk, hanem ki tudja, hova is szakott bennünket felfele, rányítjuk ki az ajtót, azt a jányomat mondom, engem lemarsoltat, én meg át harcra azt indulj, erégy. Na ne tessék haragudni, önnel nem megyek fel, uram, nem is ismerem, többet, egy másik is azt mondja, megjön a kis csajjal. Hát azt mondjam, mert felmegyünk, drága. Már mondom, én mikor visszafele egy lépcsőház, mondom, nem, drága, én visszatérek. Hát, na, lehet a kisjának, rácsukja az ajtót, ki tudja, miféle jött, ment. Mondom, nem, drága, én mit nem megyünk fel, megyünk, mert a buszt elkésünk. Hát megértünk, hát mondom, ki tudja, kicsoda, miféle. Hát, én is elrabolnám szívesen. Csak nincs hova vigyem, mert otthon az asszony, aztán seggembe rúg. Jaj. Nekem nem tetszik egy se. Hát, hogy na, kedves meg. Hát nem csúnya, szeme, haja. Két mondjak, az is szép kislány, az a barna pedig romacsaj. Nem. Hát ebben nem tudok is segíteni. Meg mondjuk a kanalas kislány, az is szép. Szép ecske. Na most úgy, hogy minden. Hát ja, most ne csinálhat, hiszen megmondom Marikának. Hát nincs semmit, mert mondjál, nem, hogy megmondod. Hát a Rusz Anna Mária az. Intelligens, okos, szép. Művelt, mit mondjak mást. Sőt, hol találom meg? Szomszédom is. Ja, szomszédod, főleg a szomszédod. Nem. Felnőtt, ide figyelj. Jó lustjuk, román a magyar román. Komolyan mondom, Anci. Ilyen magas Ancikára? Aha, jó. Nem, a teste is az alap. Komszesz pont. Ja, silá figurát, silá korpré, azt. Áre. Jó, ám vazott, silált televízor, ám vazol a reklámos aztán. És honnan szóval magyar? Magyar vagyok. Magyarok. Na, láttam a reklámba is, meg mindent. Az arcba is, meg a kopányt is. Meg a kis arca is, a teste is. Na, ne úgy kell nézni, hogy... Na, hát ez is szép. Ez a pólya is. Na, de meg kell nézni egy szögből. Így, hogy fordítom a másik szögből, hogy nem. Úgy van? Igen. Na. Uh-huh. Bátyú. Uh-huh. Örök vagyok én, rúgja meg alul. Hát, hogy mondjam, Romániában vannak a legszebb járnyok. Ezt én tudok mondani. Én ki? Jártam össze-vissza országba, külföldökre, kijártam. Hol járt? Jártam kint Olaszországba, Ausztráliába, Budapestre. Uh-huh. Minden országban voltam már, de olyan szép járnyok, mint Romániában nincsen. Azt nyugodtan feltehet internetre, vagy akárhol, mert olyan, mint Romániában a szép leányok is sem. Még magyarban sincs olyan leányok, mint itt nálam. Jó, néz ki, szép haja van. Nem csavarok. Hát most az alkatjáról is felizéle egy csavar. Sanyi, ide figyelj, nem a haját, tudom. Nekem is, rendes, jó képű, jó tanul ez. Uh-huh. Szerintem nem, az a íze. Most hiába jól néz ki, hogy ezt mondom, buta. A test, meg a figurát, te értem, hogy néz ki a test, meg... Nem, szerintem a Kimik pont Romániában legszebb járnyak van. A szép piros arcok van, mint az alma, olyan piros. Nem barnák, jól néznek ki. Jól hordják magukat is, ezek szerint szépen. A fiúkhoz beláll egy kény is, hát most a fiúkban is vannak szóval két fiúk. És maga az egyik? Hát most nem. Nem csúnya fiú. Hát úgy mondom, magamat nem látom olyan csúnyára. Na most hiába mondok én Marikát vagy Rózsikát, ha kövén... Na várjál az ekkát, ez az évéreket. Igen, persze, sőt. Nem. Most odállíthatom az asszont, az enyémet ott kihívni. Sanyi, nem az, hogy hát... De is szépségrű. Ilyen vagy. Mi? Hát így veszik meg olyan megvan az iskolája is, megvan a tudomány is, és megvan a szépsége is. És úgy tánclépésekre, úgy akárhova. Nem arról van szó, hogy te mikor oda. Szerint, hát nézzük csak, hogy bejele üste. Hoppá, ez ki az? Hát már attól szem nem kell. De ki az? Egy jó. Én nem tudom. Szőke haja van, kék szeme. Szép. Nekem van egy csomó testvérem. Három lány. Nekem is. Nagyok? Mennyire nagyok?
Itt van a 20. Az én anyám, az én fia, az én testem még kicsi, a még szép. Hogy ezzel nagyon szép kell legyen. Nagyon szép kell legyen. Legszebb kell legyen a faluból, akit keresek. De miért akarsz? Le kell fényképezzem. Hányszor? Akkor miért? Hogy hányszor? Egyszer kell lefényképezzem. Az miért kell lefelé? Már Miss Peleske legyen? Nálam. Miss Peleske, igen. Miss pont. Peleske legyen? Hát... A lányom az a legszebb, de nincs itt most. Bácsi, Erika tantanéit ismeri. Hát, bácsi, meg Erika tantanéini szép. Erika tantanéini szép. Erika tanítónéni, az ki az? Nektek tanítónénitek? Erika tanítónéni, milyen Erika? Én nem tudom, csak Erika. Csak Erika? Én nem tudom, hogy mi az. Az anyját úgy hiány. Én tudom. Hogy hiány az anyját? Vannak szép csajok. Vannak, Giza. Azok a román csajok, azok szép. Hát például mondjuk a férfiak túl, ha izéli, hát mondjuk jó képük is barna csaj, ez szép kép. Hey, Kirke! Hey! Anyádat tűz csak ki! Anyádat! Köszönöm. Hát ezek a peleskék olyan paraszkodjanak. Itt van, né? Semmi.